A költői vásárlás az a szöveteknél kezdődik, van egy ilyen szövetkatalógusunk, ahol többféle szövet megtalálható, pontosabban mindenféle alkalomra találunk szövetet. Itt vannak a színesek, kék, zöld, kasmír selyem összetétel, vagy egy gyapjú selyem, attól függ, hogy milyen alkalmakra keres az illető öltönyt. Ugyanúgy megtalálhatóak természetesen a sötétebbek is, vagy anyagában csíkos szövetek, esetleg ezt a feketét pont egy múltkor készítettünk ebből egy esküvőre egy öltönyt, vagy nyári szövetek, lenbászon, lensejem, keverékek, amelyek egy karib-tengeri esküvőre nagyon jól passzolnak. Ezek a világosabb színek, mint amit itt is látunk, ezek nyári színek, ezek leginkább egy nyári zakóra, vagy egy nyári öltönyre, egy teraszon kávézáshoz nagyon megfelelnek. Ezek a mintásabbak, ezek ilyen sportzakó jelleggel, farmer nadrághoz, crossdressing név alatt nagyon jól viselhetők, illetve ugye megtalálhatóak szintén az egyszínűek, a szürke, vagy a nagyon szép barna szövetek is, illetve megint csak a sötétebbek, csíkosak is, amelyekben más színű csíkok vannak, vagy pedig anyagában csíkosak. A csíkosak és az egyszínűek, a sötétebbek, ugye az a üzleti élet, a konzervatív viseletnek a képviselői, elsősorban arra ajánlatosak. És itt a csíkosak között is lehet variálni, nem csak a egyszínű tűcsíkos, hanem több színű, vagy esetleg más színű csíkokkal is díszítve vannak a szövetek. És leginkább a finom szövetek a jellemzőek, amik ugye 100, szuper 100-tól 180-ig terjednek, ami annyit jelent, hogy a szövetnek egy ilyen szála, ugye 180 hosszú, annak a súlya 1 gram, tehát ezek nagyon finomak, nyilván a százasnál pedig csak 100 hosszú. Utána, ha a szövetnek az anyagát kiválasztottuk, nyilván ezek méretre szabott öltönyök esetén jönnek szóba, amikor ki tudja választani az ember a szövetet. A méretválasztás jelen esetben nem okoz problémát, mert levesszük a méreteket, és mindent egyéni ízlésnek megfelelően készítünk el. Több száz variációból lehet választani, ahol ki tudja választani az ügyfél a díszítést, a tűzéseket.